Édesapját gyászolja Járai Máté. Egyre nagyobb a botrány az úszóknál. Megjelent a szomszédban a veszélyes járvány. Garai Kitti vagyok a napire.hu híreivel. Elindult a napire.hu YouTube csatornája, iratkozz fel a legfrissebb híreinkért. Édesapját gyászolja Járai Máté. Szomorú hírt osztott meg Járai Máté a közösségi oldalán, ugyanis csütörtök reggel meghalt az édesapja, Járai Alfréd. A bejegyzésben kiemelte, számított a szomorú hírre, mégis összerezzent, amikor a kórházból felhívták, hogy az apja végleg elment és itt maradt nélküle. A színész felelevenítette azt is, hogy mennyire imádta az apja feleségét és húgát, Emmát, illetve hogy a szintén színész apja milyen jó humorú ember volt. Járai Alfréd a 80-as években tűnt fel először egy kisebb filmszerepben, majd a 90-es és 2000-es években tucatnyi művészfilmben játszott kisebb-nagyobb szerepeket. Járai szerepelt Tal Béla és Kraszna Horkai László világhírű filmjében, az 1994-es Sátántangóban is, amelyben az egyik fontos karaktert, Halicsot alakította. Ezen kívül még két Tal Béla alkotásban tűnt fel. Bajban a magyar nyugdíjrendszer? Megszólalt az Orbán kormány. Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés Népjóléti Bizottságában tartott meghallgatásán arról beszélt, hogy hamarosan a nyilvánosság elé kerülhet nemzetközi szakértők elemzése a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerről. A megállapításokat a kormány is értékeli majd, a javaslatokat pedig a jövő év elején társadalmi vitára bocsátják. Ennek kapcsán kérdezték meg Gulyás Gergelytől a Kormányinfón, hogy milyen változások várhatók a nyugdíjrendszerben. Uniós elvárás, hogy a helyreállítási alapban résztvevő államok köteles bizonyos tanulmányokat elvégeztetni különböző területeken. Az egyik ilyen a nyugdíjrendszer, annak vizsgálata, hogy ez mennyire fenntartható, mondta a miniszter, és kijelentette, a magyar nyugdíjrendszer fenntartható, és 10 éven belül nincs is szükség a módosítására. Durva botrány az úszóknál, Milák Kristóf egyszerűen kinyomja a szövetségi kapitány hívásait. Hosszú Katinkáról és Milák Kristófról is beszélt Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Szerinte Hosszú Katinka távol van attól, hogy főszereplő legyen az olimpián, de mint mondta, csodálatra méltó az, hogy valakinek az a célja, hogy a 6. olimpián is részt vegyen. Úgy látja, a döntőbe Hosszú még bekerülhet, de szinte esélytelennek tartja, hogy a többszörös bajnok úszó ismét éremmel térhetne haza az olimpiáról. Milák Kristóf kapcsán úgy fogalmazott, hogy ez egy egészen más történet, ugyanis neki nem ez az olimpia lenne az utolsó dobás, mint Hosszúnak. Ő igazából most lenne a csúcson, ezért fájdalmas nekem. Mondta, hozzátéve, hogyha Milák végig dolgozta volna a szezont, elképesztő túszott volna az olimpián, de ez már biztos nem lesz. A kapitány kivételes képességű úszónak nevezte Milákot. Azzal a korábbi kijelentéssel kapcsolatban, hogy Milák tartozik annyival magának és Magyarországnak, hogy lejár az edzésekre, azt mondta a szövetségi kapitány, ne beszéljünk mellé, ő pénzt kap érte. Hozzátette, hogy Milák most is kapja az ellátást, mert az, aki megvonhatná, nem vonja meg. Azt is elmondta Sós Csaba, hogy egy jó ideje hiába keresi Milák Kristófot telefonon, az úszó egyszerűen kinyomja a hívást. Visszavárjuk, azt akarjuk, hogy jöjjön vissza és úszon, mert ezt a fajta adományt, amit az élet nekiadott, ezt elpazarolni több, mint vétek, fogalmazott. Brutális emberölés. Migránsokat lögtek a tengerbe az embercsempészek. A dél-spanyolországi Andalúziában 4 ember vesztette életét, akiket embercsempészek lögtek a tengerbe egy motorcsónakról, majd elmenekültek. Számolt be az esetről a hatóságok tájékoztatása alapján a spanyol sajtó. A hatóságok tájékoztatása szerint a vízi járművön összesen 35-en utaztak. Többségüket sikerült kimenteni a helyiek segítségével, akik a partról szemtanúi voltak a történteknek. A helyszíni beszámolók szerint a partszakaszon egy nagy sebességű motorcsónakból lögték ki, vagy kényszerítették vízbeugrásra az embereket. Majd mintegy 9 kilométerrel arrébb ugyanaz megismétlődött, amíg fedélzeten maradt 8 emberrel. Az illegális migránsok arról számoltak be, hogy az embercsempészek késsel fenyegették őket. Mentőmellényt nem kaptak, és sokan közülük nem tudtak úszni sem. 3-an kihűlés miatt kórházba kerültek. Meggyilkolták a csütörtökön eltűnt budapesti férfit. Elfogtak egy 30 éves budapesti férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte az ismerősét, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton.
A közlemény szerint a 9. kerületi rendőrkapitányságon csütörtökön egy férfi tett bejelentést, miszerint a testvére előző nap délután elment otthonról, de azóta elérhetetlen, nem tudja, hol tartózkodik, és a telefonját sem veszi fel. A kerületi rendőrkapitányság azonnal elrendelte a férfi eltűnése miatt a körözést, és megkezdte a férfi felkutatását. Az adatgyűjtés során felmerült a gyanúja annak, hogy az eltűnt 29 éves férfi bűncselekmény áldozata lett. A nyomozás során a rendőrök látókörébe került az eltűnt férfi egyik ismerőse is, akit pénteken délelőtt elfogtak, majd előállították és kihallgatták. Közben az életvédelmi nyomozók és a ferencvárosi rendőrök együtt a főváros környékén lévő ingatlan udvarán megtalálták az eltűnt férfi autóját és a ház melléképületében a férfi holttestét is. A nyomozók a 30 éves férfit emberölés gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal nem élt, de vallomást nem tett. A kihallgatás végén a férfit a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Már a szomszédban van a veszélyes járvány. Szamárköhögés járvány ütötte fel a fejét Horvátországban, mert bár van ellene kötelező védőoltás, az alacsony átoltottság miatt a fertőzöttek aránya egyre nő, jelentette be a Horvát Közegészségügyi Intézet illetékese. A tájékoztatás szerint egyik napról a másikra emelkedik a betegek száma, ami pénteken már elérte az 1435-öt is. Több mint 40 éve, 1980 óta nem volt ennyi fertőzött az országban. A szakemberek amiatt is aggódnak, hogy a megbetegedések nagy száma növelheti az újszülöttek, vagy a még be nem oltott csecsemők megfertőződésének esélyét, és ez számukra súlyos, vagy akár végzetes is lehet. A szomszédban a betegek többsége 10 és 14 év közötti gyermek, a legtöbb megbetegedést Zágrában és Splitben regisztrálták. A horvát fővárosban mobil tesztelőpontokat is felállítottak, hogy kiszűrjék a fertőzötteket. Nagy változást jelentett be a kormány, ami már pénteken életbe is lépett. A kormány a Facebook oldalán jelentette be, hogy péntek reggel életbe lépett a minimálbér és a kötelező bérminimum emelése. Mint írták, péntektől a minimálbér 266.800 forintra, míg a kötelező bérminimum 326.000 forintra emelkedett. Hozzátették, mindez azt jelenti, hogy a januárban esedékes fizetések már a megemelt összeggel érkeznek. Ez már a jövő. A mesterséges intelligencia mondja meg, hogy mi legyen olcsóbb. Ha betérünk egy üzletbe, akkor pontosan tudjuk, mi az, ami éppen akciós, mivel általában feltűnő színű árcédula vagy transzparens jelzi azt. Van azonban olyan hely, ahol ez már a múlté, mivel a mesterséges intelligencia dönti el, mi mennyibe kerüljön. Ehhez azonban még az Egyesült Királyságba kell utaznunk, ugyanis ott egyre több szupermarket használja ezt a módszert. Az árak új, digitális árcédulákon jelennek meg, vagy pedig a termékeken, a csúcstechnológiás matricákon. Ezeket az árakat a mesterséges intelligencia automatikusan és vezeték nélkül frissíti, amikor egy adott termék lejárati ideje közeledik. A mesterséges intelligencia azt is megvizsgálja, hogy a boltban mekkora készlet van az adott termékből, és hogy az előző években ugyanebben az időpontban mekkora volt a kereslet iránta. További híreinkért keresd a naphire.hu-t, vagy pedig kövess be a YouTube csatornánkat. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!